Hónapok óta nem tett senki állampolgársági esküt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Dombrádon, holott korábban erről rendszeresen adott hírt a település polgármesteri hivatala. A Magyar Nemzetre hivatkozó Index szerint ennek az az oka, hogy korábbi írásaikat követően több hivatalnok ellen is eljárás indult, mivel alapos a gyanú, hogy közreműködtek a gyorsított honosítási eljárás során orosz és ukrán állampolgárok magyarosításában. Az Index korábban arról írt, hogy ezres nagyságrendben maffiaszerűen osztják a határon túl a magyar állampolgárságot erre szerveződő bűnszervezetek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség ma megerősítette, hogy a Dombrádi önkormányzat több hivatalnoka ellen is eljárás folyik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányságon van folyamatban 4 személy által Dombrádi önkormányzatnál elkövetett, hivatalos személy által elkövetett közokirathamisítás büntette miatt büntető eljárás. A nyomozás jelenleg folyamatban van. Ennél többet egyelőre nem árultak el. Egy szabolcsi szocialista parlamenti képviselő azonban a legfőbb ügyésztől kapott megerősítő választ követően már sejti, hogy mi történhetett Dombrádon. Ukrán állampolgárok vonatkozásában történt az az eset, hogy kiállítottak nekik egy felmenőket igazoló, magyar ősöket igazoló okiratot, amelyet aztán itt benyújtottak ennél az önkormányzatnál, és valószínűleg kevésbé beszéltek magyarul is azok az emberek, akik ugye megkapták így az állampolgárságot. Az Index tavaly arról írt, hogy magyar hivatalos személyek segítségével nagyban folyik a magyar állampolgársággal végrehajtott üzletelés Ukrajnában és Oroszországban. Ennek köszönhetően több ezer idegen kaphatott az Unióban szabad mozgást lehetővé tevő iratokat. Dombrád polgármesterét ma nem értük el, de egy képviselő elmondta, hogy mi történik ezt követően. A 4 érintett személy van, amiben egyeztettünk a képviselőtársaimmal együtt, hogy holnapi nap reggel az alpolgármester úr egy rendkívüli testületi ülést fog összehívni, melyben a 4 érintett személynek a sorsáról fogunk dönteni. Közben a helyiek arról is beszélnek, hogy hallottak az esetről. Egy házat is mutattak, melybe úgy tudják, hogy egy ukrán pap szervezte azokat, akiknek magyarországi lakcímre volt szükségük az ügyintézéshez. A helyiek szerint ebbe a roskadozó épületbe állítólag több mint 70-en vannak hivatalosan bejelentkezve.